Üdv prepperek és újonnan csatlakozók! Ebben a mai videóban össze fogjuk rakni a power kofferünket, mert hogy a cellákhoz vettem egy ilyen fém szerszámos ládát, és ebbe fogom elhelyezni a cellákat. De most jöjjön az intro. Nos, korábban már láthattátok, hogy vettem ilyen litium-ion cellákat egy bontott akkumulátorból, egész pontosan egy Hyundai Ioniq, azt hiszem ennek valami ilyesmi a neve, ennek az autónak. Ugye akkor az volt tervbe, hogy nem 12 voltos pakkot építek, hanem ennél nagyobbat, de Lacus Barkács tanácsára, illetve Mikroszilver is azt javasolta, hogy inkább 12 voltos akkumulátort építsek, mert ebből egyszerűbb kivenni az áramot, illetve maga a töltésszabályzás is kicsit egyszerűbb, és nem kell ugye a 12 voltos eszközökhöz letranszformálni, mert hogy akkor az volt a terv, hogy 4-esbe fogom megépíteni ezt a pakkot, de ez változott, és igazából én még beszereztem két cellát, cella egységet, ugye, ami 3P, tehát 3 darab cella van párhuzamosítva, és így tulajdonképpen újra szerveztem az egész pakkot, illetve ugye korábbi videóban, amit ide be fogok szúrni, ott láthatjátok, hogy egy ilyen nagyon kis egyszerű BMS-t használtam. Na most ezt elvetettem ezt a dolgot, és vettem egy ilyen JK-nek is hívják. Hát JK BMS-t, ez egy kínai BMS, ez is 100 amperig terhelhető, viszont ez egy okos BMS, hőmérőszenzorok vannak benne, tehát tényleg mobiltelefonon, Bluetooth-on lehet kommunikálni vele, illetve állítani a paramétereket. Úgyhogy ezt sokkal biztonságosabbnak tartottam, hogy inkább ezt építsem rá az akkumulátorpakkomra. Úgyhogy most kezdjük el, és építsük össze az újonnan beszerzett komponensekkel. Még valami. Lehetséges, hogy kicsit hiányos lesz a videó, akkor nyugodtan kérdezzetek ide a komment szekcióban, mert hogy nem olyan egyszerű valamit készíteni, forrasztani és közben videózni is, úgyhogy megértéseteket kérem, hogyha egy kicsit hiányérzetetek lesz, de remélem, hogy izgalmas és élvezetes lesz a videó. Most pedig fogjunk neki. Nos, mint láthatjátok, kivettem a dobozából a pakkokat, és párosítottam, illetve egyforma feszültségre hoztam őket. Ugye itt látható, hogy ez egy AB pak, ugye ez egy B, ez egy szintén ez egy A, és tulajdonképpen kellett volna még két darab B cella, de ugye itt AB van, de ennek nincs jelentősége, csak a csomagolásnak, tehát az, hogy éppen ezek a műanyag elemek, ezek hogy vannak kialakítva, de mint látjátok, ezt is szépen össze lehet párosítani, illetve itt a lemezt visszahajtottam, hogy védelem legyen ezen az oldalt, illetve ezen az oldalt is, hogy védje itt a cellának a zacsiját. Na most az fog következni, mivel ha összekötöm itt vezetékkel, akkor nem fogom tudni rárakni ezt a összekötő elemet, mert hogy ez pontosan oda illik, tehát tulajdonképpen alá kéne raknom, és fölötte kéne összekötnöm az akkumulátor cellákat. Úgyhogy ez fog megtörténni, hogy először párhuzamosítani fogom, és utána fogom rákötni a plusz egy cellát. Így.
ez pedig ide. Most ugrott egybe, és ez pedig ide jön a végére. És tulajdonképpen, ugye mivel hogy van ebből jobbos meg balos, nekünk úgy van szükségünk erre az egészre, hogy így. Egyelőre egy darab csavarral fogom megrögzíteni. Össze is raktam a pakkot, megerősítettem egy ilyen oldható hevederrel, így igazából bármikor könnyen szét tudom szedni, illetve hogyha ha esetleg valami probléma adódna, akkor tulajdonképpen ezek a zacskók föl tudnak puffadni, és akkor szétnyomják ezt a szallagot, így kevésbé van esélye ahhoz, hogy kidurranjon és beinduljanak különböző vegyi reakciók, de alapvetően azért is jó, hogyha nem fixen rögzítjük össze a csavarpontoknál, mert így látható, hogyha valamilyen probléma van, túlmelegedése van az akkumulátornak, bár ugye ez az okos BMS ez nyilván fogja letiltani, hogyha valamilyen probléma van, mert kettő darab hőmérő szenzort is itt bevezettem az akkumulátor cellák közé, az egyiket ide föntre, a másikat pedig itt levezettem, és itt van valamelyik cella mögött. Mint látjátok, ilyen 50 amperes közösítő lemezzel egyesítettem, párhuzamosítottam a cellákat, illetve hát egy igen combos vezetékkel kötöttem be ugye ide a negatív oldalt. És hát ugye a cellák ballanszához pedig hát ilyen vörösrés sarúval ellátott, ráforrasztott kis sarukat használtam. És tulajdonképpen így néz ki az én kis pakkom. De ezt most szépen rakjuk bele egy kofferbe, hogy meglegyen a fizikai védelem, és működjön jól a kis aranyos. Szép lett. Aki nem tudja, hogy mi ez, simán hiheti azt is, hogy valamilyen robbanó eszköz, de jó esetben nem az. Kérem szépen, el is készült a power koffer. Jelenleg eddig az állapotig jutottam vele. Mint látjátok, igazából le van ültetve az aljára, még van itt ennyi helyem, és valószínűleg hogy ide az aljára egy ilyen merevítést, egy erősítést fogok a koffer alján, hogy ne hajoljon meg annyira ez a lemez, egy rétegelt labból, és akkor ez egy kicsit följe fog kerülni, de nem gond, mert ide nem terveztem semmit, viszont ide annál inkább, azért is van ez kitolva ebbe az oldalba, mert itt ide fogok berakni egy 50 amperes olvadóbiztosítékot, illetve az oldalát ki fogom itt vágni a koffernek, és ide egy ilyen komplett egység fog bekerülni, ami úgy néz ki, hogy lesz egy Anderson csatlakozó, egy szivargyújtó csatlakozó, illetve kettő darab USB csatlakozó, illetve egy volt visszajelzés. És akkor így az oldalán is fogom látni a feszültséget, de ettől függetlenül az van terve, hogy egy kapacitás jelző is fel fog kerülni a kofferre, illetve a bekapcsoló gomb is, ez is ki lesz vezetve kívülre. Mégpedig, mivel az a terv, hogy a koffer az fektetett állapotban lesz, ugye az alján van egy kis ilyen távtartó, és tulajdonképpen ez itt lesz az ülés alatt, és az azért jó, mert itt lesz a kivezetés, tehát rövid kábellel fogom tudni bevezetni a hálózatba, és ez a kapacitás visszajelző, ez ide fog kerülni, a bekapcsoló gomb meg valahova ide mellé. Ezt még pontosan nem tudom,
de majd hamarosan erről is fognak készülni videók. És hát tulajdonképpen így néz ki a kis Power Koffer. Ez azért lesz még kifejezetten jó, hogy ilyen mobilis lesz, mert a jövőben tervezek majd aranyat mosni a Dunán, és ehhez már megvan a szivattyúm, viszont akkumulátorom nem volt hozzá. Most már van. Ez a kis töltésvezérlő fogja a szolárpanelekből tovább vinni az akupakba az áramot. Sajnos 30 amper, ami hát nem túl sok ehhez a nagyméretű akupakhoz, de nem is tervezem túlzottan lemeríteni, és túlzottan feltölteni se. Ugye, mint már mutattam, ez a kis BMS egy okos BMS, tehát szépen tudom a paramétereket beállítani, 3,3 volt alá cellánként nem fogom meríteni, úgyhogy, és hát ugye 4 volt fölé sem fogom tölteni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, folytatás fog következni, amikor is teljesen készen lesz, illetve hát ugye még beleszépítve a lakókocsiba is a szolárpanelekkel, működés közben fogtok erről videókat látni. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Ja, még valami, egy nagyon fontos, ha te is hasonlóra adod a fejedet, hogy építs egy ilyen power stationt, vagy egy ilyen power koffert, akkor mindenképpen kérd ki szakemberek véleményét. Én felelősséget a videómmal nem vállalok, hogyha pont ugyanilyet készítesz, akkor se, hiszen nekem is ez egy kísérleti jellegű, és saját magam felelek ezért a dologért, úgyhogy óvatosan a lítium technológiával, mert tud bajt okozni, hogyha rosszul csináljátok. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen, hogy velem voltatok, a következő videóig viszontlátásra!